Szerdán jelentette be Dimitris Avramopoulos, az Európai Bizottság migrációval és belpolitikával foglalkozó tagja, hogy kezdeményezik az ukránok vízumkötelezettségének eltörlését. Eleget teszünk kötelezettségvállalásunknak, hogy vízummentes utazást ajánljunk fel azoknak az ukrán állampolgároknak, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, ahogy ezt már decemberben bejelentettük, fogalmazott az uniós biztos. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, jelenleg éppen Brüsszelben van. A régiók bizottságának egyik szakbizottságában beszélt arról, hogy milyen helyzetbe kerülnek azok az országok, ahonnan a menekültek elindultak, és arról, hogy talán túlzott reményeket táplálnak Európában a migránsokkal kapcsolatban. A közgyűlés elnöke nagy áttörésnek nevezte, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett az ukrán vízummentesség bevezetésére. Ez nagyon komoly eredmény és nagyon komoly áttörés. A magyar politika talán, amit tevékenységünk is részben segítette ezt a dolgot, hiszen számtalan alkalommal elmondták magyar politikusok, hogy Ukrajnának előbb kell vízummentességet kapnia, mint Törökországnak. Most Ukrajna végre ilyen szempontból előnybe került, és bízunk benne, hogy hamarosan, akár egy éven belül is, vagy belátható időtávban az ukránok is, ukrán állampolgárok is benne a kárpátaljai magyarok vízummentességet élvezhetnek. Nem számít a könnyítés miatt nagy rohamra Gupalo Arkadyij, Ukrajna nyíregyházi konzulja. A diplomata azt mondta, azoknak lesz egyszerűbb a határátlépés, akik eddig is sokat jártak uniós országokba. Csak azok mennek, akik már voltak itt, és akinek a rokonai családi kapcsolatok vannak, vagy baráti kapcsolatok, és nekik könnyűbb lesz, mert nem kell még vízumot szerezni, hanem rögtön tud menni. Mi teljesítettünk ezt a feladatot, hogy biometrikus útlevelet már kiadunk itt is a konzulátuson. Ez folyamatosan megy, és a központi logáz irányított. Szóval ellenőrzés és határőrizeti munkák folynak nagyon jó, de nem tapasztalom, hogy nem mondanám, hogy több számban jönnek Európai Unióba ukrán állampolgárok. A kárpátaljai Ungváron élők örülnek annak, hogy akár egy éven belül eltörölhetik a vízumkényszert. Nekünk is jobb lenne sokkal, hogyha nem kéne vízumot igényelni, sokkal jobb lenne nekünk. Biztos, hogy könnyebb lesz utazni az Unióba is. Munkavállalás, megmondom, hogy kevés a munka. Először is, mielőtt bevezetik a vízummentességet, európai szintű fizetésekre és nyugdíjakra lenne szükség, hogy tudjunk utazni, mondta ez az ukrán nő. Nagy a tömeg az ungvári konzulátuson, sokan szeretnének vízumot kérni ahhoz, hogy uniós országokba utazzanak. Körülbelül 50 ezer vízumot adunk ki évente, ez azt jelenti, hogy vannak, amikor csak 47 ezeret, de volt olyan év is 2013-ban, amikor 52 ezer vízumot adott ki az ungvári külképviselet. Úgyhogy ennek a nagy része tartós, tehát hosszú távú beutazást lehetővé tevő schengeni vízum, körülbelül 60%-a ilyen vízum, a 40% az olyan, ami egyszeri turista vízumot jelent. Azt még nem tudni pontosan, hogy mikortól vezetik be a könnyítést. Az Európai Bizottság viszont kikötötte, hogy a vízum nélküli beutazás nem jelent munkavállalási engedélyt is. Azt a továbbiakban is szigorú szabályokhoz kötik.